az állam beavatkozásával, miszerint az idén termett 3 millió tonna búzából a köztársasági árutartalékok által mindössze 59 ezer tonna búzát vásárolnak fel 20 dináros áfát is tartalmazó áron, még nagyobb keveredést és bizonytalanságot váltott ki a gazdák körében. Azt mondják, ez a mennyiség csak csepp a tengerben, és az egész dologban csupán a kereskedők és a nagy búza felvásárlók járnak jól. Most kínáltak 14 dinárt előlegként, még azt is megtörténhet, hogy 13 dinár lesz, után visszaadjuk az államnak járó pénzt. Az előállt helyzetben kevés gazda szállja rá magát a kenyér gabona eladására. Josipán is itt a szabadkai szállástermelő szövetkezet igazgatója. Azt mondja, mint korábban, így idén is a búza exportáló lobbiára a legjobban. Silókban, magtárakban, kis silókban, padláson tárolják az emberek a búzát. Nem hiszem, hogy 60 ezer tonna búza felvásárlása miatt 16 dinár jelenleg egy kiló búza. Az árat a búza exportőrök diktálják. Na, tržištu i koju diktirajú uglavnom izvoznici. A gazdák elégedetlenek. A Szabadkai Mezőgazdászok Egyesületében azt mondják, követik a történéseket, és amennyiben a jövő hétig nem születik számukra kedvező megoldás, akkor olyan döntést is hozhatnak, hogy traktoraikkal forgalmalasító tiltakozást szerveznek. A szabadkai határban egyébként véget ért a búza betakarítása, és ezt régi hagyomány szerint a gazdák meg is ünnepelték. Az ünneplésben azonban némi aggodalom is vegyül, hiszen a búza és annak felvásárlása körüli bonyodalmak idén sem maradnak el.